Hamar Mátyás Rubán vagyok, ez pedig az Ember ügyvédje egy újabb kiadása. Mai beszélgetésünk témája pedig a hazaszeretet, nemzet, népek, ezek célja Isten tervében, és köszöntöm vendégemet, Bondor Sándor teológust, a kolozsvári hídgyülekezete lelkészét, szervusz! Szervusz, én is köszöntök minden hallgatót, nézőt szeretettel! Ugye ez a beszélgetés sorozatunk vállaltan a szeretet témájával foglalkozik, és már különböző aspektusait megvizsgáltuk. Most egy kis szünet után folytatjuk ott, ahol talán márciusban kellett volna. Annak apropót az is adott volna, hogy hazával foglalkozunk, hogy március 15, és mint nemzeti ünnep picit beszélni nemzetekről, népekről. És arról, hogy hogyan is jön ehhez a Biblia, de más aktualitás is van, sajnálatos aktualitás, ugyanis háború dúl február vége óta a szomszédunkban, úgyhogy ezek fényében fogunk erről a témáról beszélni, de akkor kezdjük ott, ahol legelőször megemlítődnek a Bibliában. Én úgy találtam, hogy a bábeli lázadáskor jöttek létre a népek, legalábbis először a nyelvek, és aztán így a népek. Mondhatjuk azt, hogy nem ez volt az eredeti terve Istennek? Én is egy kicsit úgy utána nézegettem a nép, meg stb., hogy felfrissítsek egy pár gondolatot magamban. Az az érdekes, hogy lényegében, mint nép, Bibliában létezik korábban is szó, megjelenik már, mint nép, csak hogy más szót használ a Biblia, és például a héber az goly kifejezést használ, ebben az esetben ez nem pejoratív, tehát nem így kell felfogni. Goly kifejezést használ, ami általánosságban minden népet, akár beleértve a zsidóságot is, de tehát minden népre vonatkozó kifejezés a goly. A bábeli eseményeknél megjelenik egy másik név, az Am, és amit én ott megfigyeltem, az a kettő közt nagy különbség, hogy abban az összefüggésben beszél erről, tehát beszél így Isten népről, hogy Am, hogy mikor neki fognak építkezni, és látja Isten, hogy haladnak a munkával, akkor azt mondja, hogy ennek a népnek egy a nyelve, egy célkitűzésük van, és hogyha nem lesznek megakadályozva, akkor mindent el fognak tudni érni, meg tudják valósítani a céljaikat, és itt nevezi a Biblia először Ámnak azt a néptömeget. Tehát itt már talán benne is van egy kis ilyen meghatározásféle, vagy hogy mondjam, mindenképpen hasznos útmutatás, hogy mitől nép egy nép. Közös nyelv, közös célok, és közös terület, ahol meg tudják valósítani a céljukat. Tegyünk egy nagyon kis kitérőt. Miért volt gond az, amit az a nép, amit először említ a Biblia megfogalmazott, miért volt gond azzal a céllal? Miért akadályozta azt meg Isten? Hát ja, valójában nem a néppel, nem azzal volt a baj, hogy egy nyelvet beszélnek, még az sem különösebben, hogy össze tudtak fogni valaminek a megvalósítására, hanem elsősorban az volt, hogy amilyen motivációból, amilyen okokból tették ezt. Tehát ugye Noénak egy határozott parancsot adott Isten arra nézve, hogy a általa és a családja által újra benépesedő föld úgy fog benépesedni, tehát úgy fog ez megvalósulni, hogy elmennek és különböző helyeket foglalnak el a felszáradó szárazföldből az özönvíz után, és nem egy kupacba fognak élni, hanem elterjednek a földön, és így benépesítik az egész földet. Ehhez képest meg az emberek úgy döntöttek, hogy Isten igéjével, Isten üzenetével, vagy tanácsával homlok egyenest szembe mennek azáltal, hogy dehogy fogunk elszéledni, hiszen ha elszéledünk, gondolták talán ők, akkor gyengébbekké válunk, kiszolgáltatottabbakká válunk. Míg ha együtt maradunk, akkor mondjuk jobban tudunk védekezni, vagy jobban tudunk együtt lenni. A másik pedig az a közös munkának szintén a motivációja, hogy nem az volt a baj, hogy most egy nagy várost akartak építeni, hanem az volt, hogy egy nagy tornyot szerettek volna építeni, ami nem föltétlen egy ilyen vékony Eiffel-torony, vagy szabadságszobor stílusú toronyra kellene gondolni, hiszen abban az időben nem pont úgy építettek tornyokat, hanem inkább ilyen gúla vagy piramis formátumban, és hát ezeknek a
az építményeknek, azért utólag is tudjuk, hogy mindig is vallási céljaik voltak, tehát a piramisok, akár az afrikai, akár a közel-keleti, akár az dél-amerikai vagy közép-amerikai piramisok, ezek mindig is vallási vagy okkult célokat szolgáltak, szóval nem csak arról volt szó, hogy fent jobb a levegő, és akkor azért építünk magasat. Hogy miért akartak ők magasat építeni, ennek is van több magyarázata, nyilván nem tudom biztosan mondani, hogy melyik. Lehet az, hogy nem hitték el Istennek, hogy újból lesz özönvíz, és akkor szerettek volna, vagy hogy nem lesz, így van, és akkor attól tartottak, hogy újból el fogja őket lepni az áradat, és akkor ez ellen építenek egy magasabb tornyot. Vagy pedig ugye a korai asztrológia és csillagképeknek a vizsgálata, vagy egyéb ehhez hasonló kötődő okkult tevékenységekhez jobban jött egy magaslati kilátó mindenképpen, akár a napisten kultuszát nézzük, akár más hasonló korai, vagy hasonló animista, vagy bálványimádó vallási cselekedeteket. Tehát szerintem nem az volt a gubanc, hogy egy nyelvet beszéltek, az se volt a baj, hogy összetudtak fogni egy-egy hasznos cél érdekében, hanem az volt a baj, hogy ezt Isten beszéde ellenébe tették, tehát nem szélettek szét a földön, és a toronyépítés meg arra mutat rá, hogy mindenképpen vagy okkult praktikákat folytattak, vagy egyszerűen hitetlenkedtek Istennel szemben. Naív felvetés lenne, mert az ember a saját életéből is tudja, hogy nem föltétlenül minden figyelmeztetést szívlelünk meg emberek, de az merült föl bennem, hogy, és elismerem így utólag, hogy naív, hogy hát Isten figyelmeztette az emberiséget az özönvízzel, aztán ugye beavatkozott, és hogy akkor az lett volna a kérdés, hogy miért tévejedett el az emberiség ismét, mert ugye azt látjuk, amikor létrejöttek a nemzetek, hogy és a nyelvek, hogy nem egy, tehát megismétlődtek azok a hibák, amik előzőleg, amik akár az özönvízhez vezettek, vagy amik akár ahhoz, hogy Isten beavatkozzon Bábelnél, tehát említetted az okkult tevékenységeket, épületeket, Isten parancsával való szembeszegülést, ez folytatódott. És akkor itt vetődik föl a kérdés, hogy miért, tehát mégiscsak meg kell ezt kérdezzem, mert ugye látjuk, hogy egy ponton Isten választott egy embert, Ábrahámot, és mondta, hogy azért Ábrahámot választom, mert tudom, hogy ő megparancsolja a gyermekeinek. Tényleg ő volt az egyedüli, nem talált senki mást Isten? Ez a magyarázata, mert itt ez rengeteg vitát vet föl. Ja. Sokszor zsidó emberek is tiltakoznak azzal, mert rengetegszer feltételezem én, hogy mert rengetegszer hát ilyen elitizmussal, meg különcködéssel vádolták, hogy mi nem vagyunk különbek, vagy nem. Tehát valahogy a zsidóságban is volt egy ilyen kényszerre ennek, hogy levetkőzni ezt, hogy mi vagyunk a választott nép, mert ennek csak is, vagy nagyon sokszor csak a hátrányát érezték. Szóval ilyen nagyon hosszú kérdés után térjünk oda-vissza, hogy miért alakult ki az a helyzet, hogy egy választott nép lett. Ja, akkor ez a másik fele a kérdésnek. Mert hogy miért tévejedik vissza az emberiség újból és újból, erre az lenne röviden a válasz, hogy az ember ilyen, hogy ha magára hagyja Isten, akkor az embernek a szíve megromlása miatt, mivel a bűn miatt megromlott az embernek a szíve és a természete is, ezért az ember óhatatlanul vissza fog menni a rossz fele, ezért kell nekünk a szívünket mindig Istenben és Istennél tartani. Ábrahámnak a kiválasztásánál azért annyit még meg lehet jegyezni, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, nem Ábrahámot hívta el elsőre Isten, hanem az ő apját Árét, aki el is indult Ur-Kasdim nevű városból, és el is jutott mondjuk meg 200 kilométert, vagy valami hasonló távolságot, eljutott Háránig, ahol elvesztette az egyik fiát, akit Háránnak hívtak. Ugye ez is egy érdekes, hogy az meghalt fiáról nevezett el egy várost, és utána nem szeretett volna tovább menni, vagy hát legalábbis letelepedett ott, és ott maradt. És ebből a városból hívta el aztán Ábrahámot, vagy akkor még Ábrámot Isten. Hát, hogyha azt mondhatnánk ilyen nagyon relatív vizálva a dolgot, hogy nem biztos, hogy Isten csak Ábrahámot szólította meg, ő volt, aki meghallotta. Másik oldalról meg Pál azt mondja a Róma beliekhez írott levélben talán, hogy
Istennek az elhívásai, azok Isten szuverén döntései alapján történnek, és ez ellen nem tudsz mit fellebbezni, vagy panaszt benyújtani Istenhez, hogy miért választotta pont Ábrahámot, mert pont Ábrahámot akarta kiválasztani, mert ha te is elmész a piacra gyümölcsöt venni, akkor pont elveszel egy almát, vagy egy cseresznyét, és miért pont azt vetted el? Hát mert akkor te neked az volt a benyomásod, hogy pont azt akarod elvenni. Úgy gondolom, hogy azért Isten nem csak ilyen ad hoc módra nyilván benyúlta a tömegbe és kiszedett egy embert, hanem meg voltak ennek az előzményei valószínűleg. Erről a Biblia minket nagyon nem tudósít. De megindokolta azt, hogy azt tudom, hogy... Hát igen, ez már egy későbbi esemény, mert ugye először is volt az elhívás, eljött, és gyakorlatilag engedelmeskedett, Kánaán földön lakozott már 25 éve, miután fia született, és még utána eltelt körülbelül 10 év, mikor ez az esemény, amiről te beszélsz, megtörténik, hogy Izsákot a Móriára viszi Isten kérésére, hogy meg kellene őt áldozni. Persze utolsó pillanatban Isten ezt nem engedi meg, és akkor mondja Isten, hogy most már tudom, hogy olyan ember vagy, aki meg fogod parancsolni a gyerekeidnek, hogy megtartsák az én beszédeimet, és ezért Isten rámerte bízni Ábrahámra a saját fiát is ilyen értelemben. Tehát az Ábrahám elhívásának körülményei körülről a Biblia nem sokat tudósít. Vannak a Biblián kívüli apokrif iratok, amik beszélnek Ábrahámnak mondjuk úgy a fiatalabb koráról is, ezek nem hiteles források, tehát nem is szeretném ezt úgy mondani, mintha ezek bibliai értelemben vett igazságok lennének. De ebből az derül ki, hogy Ábrahám tulajdonképpen, és ezt a kronológiából tudjuk, tehát ha egymás mellé rakod a bibliai szereplőknek az életidejét, akkor az fog kiderülni, hogy Ábrahám még Sém papával kortárs volt, tehát Noénak a fia még élt. Az az egyik ember, az utolsó ember, aki a bárkán utazott és túlélte az özönvizet, még élt, amikor Ábrahám gyerek volt és megszületett és gyerek volt, és a hagyomány szerint Ábrahám találkozott, sőt, egész közeli viszonyban volt Sémmel, aki azt a áldást kapta Noétól, hogy Isten vele fog lakni, benne fog folytatódni az a vonal, ugye Kám kiesett az áldásból, és Sém megkapta azt az áldást, hogy Istennek az ő sátraiban lakozzon, vele lakozzon, és az ő sátraiban lakozzon Sém is, Jáfet is. Szóval a Sém papa még élt, amikor Ábrahám fiatal és gyerek volt, és a hagyomány szerint Sém volt az, aki Ábrahámot jó irányba terelgette és befolyásolta, és ezért Ábrám a saját apjával is szembefordult, aki egyébként bálványimádó volt, sőt, bálványokat készített állítólag. Nem biztos, hogy ez igaz, de állítólag. Ez egy jó kis sztori, egy anekdota miatt el lehet talán mondani, hogy állítólag az volt a helyzet, hogy a táré az bálványokat készített, és egy ilyen műhelyük, illetve boltjuk volt, ahol ezeket készítették és árulták, és egy nap Ábrám, gondolom Sémmel beszélgetve, beszélgetés után hazament, és mikor az apja nem volt ott, összetörte az összes bálványt, és egyet, a legnagyobbikat meghagyta. És amikor az apja másnap megtalálta a szétdult helyiséget, és látta, hogy mi van, akkor persze egyből a fiához fordult, hogy mi történt itt, és ő azt mondta, hogy ez a nagy bálvány, amelyik itt van, ez összetörte az összes többi kicsit, és akkor mondta az apja, hogy beszélsz ilyen hülyeséget, ez a bálvány nem tud széttörni semmit, ez csak egy szobor, és akkor erre mondta Ábrám neki, akkor meg miért kell őket imádni, hogyha tulajdonképpen semmire nem képesek. No, szóval az elhívás. Tehát az, hogy nagyjából miért Isten Ábrahámot vagy Ábrámot hívta el, ezt hagyjuk meg Isten titkának, hogy ő tudja, hogy miért pont őt hívta el, hogy mást is hívott-e vagy nem, ezt sem tudjuk. Az biztos, hogy Ábrám volt az, aki engedelmeskedett az ő elhívásának. Ettől Ábrám és az ő leszármazottai nem lettek, szeretnénk ezt kihangsúlyozni mindig, és a zsidó emberek is így gondolják, nem lettek felsőbbrendűek az összes többi néphez képest. Az elhívás nem felsőbbrendűséget jelent, hanem egy másfajta küldetést. Mi ez a küldetés, erről beszélünk, és hogy azt a küldetés részben ugye teljesített, de azért mondom, hogy részben, mert ugye utalok itt Jézus Krisztusra, de hogy jussunk el oda, hogy
ma van-e szerepük, céljuk a népeknek, és mi az, de hogy mi volt akkor először? Mi volt az ő céljuk? Jó, hát akkor nagyon röviden, hogy ne menjünk nagyon el a témától is. Pál válaszol erre tulajdonképpen a Róma beliekhez írott levélben, ahol felteszi a kérdést, hogy akkor mi haszna van a zsidóságnak. Hogyha ugye az üdvösség végső soron nem a törvény által, hanem a kegyelemből adatik Jézus Krisztusban való hit által, akkor meg milyen szerepe van, vagy miért, mi haszna van a zsidóságnak. És ő azt válaszolja erre, hogy hát nagyon is sok, hiszen Isten rájuk bízta az ő beszédét. Tehát ezért is nevezik a zsidóságot, vagy az izrael fiait a könyv népének, mert hogy Isten rájuk bízta az ő beszédét, és tetszik, nem tetszik, nagyon jól megőrizték. Nekünk azért van most Bibliánk, Ószövetségünk főleg, mert hogy ez a nép nagyon következetesen és nagyon-nagyon kitartóan és az életük ellenére, az életük árán is megvédték, megoltalmazták ezt a könyvet, hogy több ezer éven keresztül fel tudjon maradni. Ez is egy érdekes dolog, hogy nincs ilyen nemzet még a világon, aki egy olyan könyvet őrizzen, amelyiknek a 90%-a ellene szól, amelyikben ők a rosszak, a hibásak, a bűnösök, akik elszúrták, stb., és ők ezt őrzik. Általában az ilyen hőskölteményeket szokták őrizni a nemzetek, hogy milyen nagyok voltunk, mi mindig a legjobbak voltunk, a legkiválóbbak, a legbecsületesebbek, és stb. És stb. Az összes többi nép az meg mindig szemét. Ehhez képest a zsidóság egy ilyen könyvet őrzi. Tehát az első nagyon nagy funkciója a zsidóságnak, vagy az elhívásuknak az, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédét, és ők ezt elhozták nekünk. Maradéktalanul, teljesen megérkezett. A másik nagy küldetésük az, hogy a messiás meg tudjon születni. Ugyanis ezt már Ábrahámnak megmondta Isten, hogy az ő magja lesz az, aki elhozza a szabadulást nem csak Izrael számára, hanem az egész világ számára. Ott mondja, hogy megáldatnak benned az föld összes nemzetségei. Tehát nyilván itt már nem csak a egy népről van szó, nem csak a direkt vér szerinti leszármazottairól van szó, hanem az összes emberi népről, mert emberi fajokról szerintem nem lehet beszélni, mert egy emberi faj van, de az összes nemzetség az Ábrahám magjában fog megáldatni, és a küldetés az volt, hogy a megfelelő időben majd meg tudjon születni a messiás. Most csak kettőt mondtam, valószínűleg, hogy sokkal többet fel lehetne sorolni. Megszületett a messiás, benne, tehát Ábrahám magjában megáldottak mind a nemzetek, a népek, akkor miért van szükség innentől tovább? Pált idézted, én nekem is az jut eszembe tőle, hogy egy adott ponton azt mondja, hogy ő zsidónak zsidó, görögnek görög, tehát azért ezt akár úgy is értelmezhetnénk, hogy hát az egyházban a nemzetiség nem is annyira fontos. Most fontos, nem fontos, mi van vele? Jó kérdés. És hogy van-e szerepe továbbiakban a népeknek, és ha igen, akkor mi? Jó, akkor egy kicsit visszaugrok az előző, vagy az elején beszéltekhez, amikor, Bábelről ejtettél szót. Tehát ugye az ám kifejezés a Bibliában a bábeli népeknél jelenik meg először, és tulajdonképpen utána alakulnak ki a nemzetek, mert ahogy mondtam, a nemzet az már több, mint egy általános nép. A nemzetnek van közös nyelve, közös céljai, közös területe, ahol élnek, és még vannak más dolgok is, de most csak három fontosat neveztem meg. És az egyik nagyon fontos dolog a közös nyelv például. Abból adódik a közös kultúra, mert a kultúra az a nyelvből jön, alakul ki. Szóval ezt a választást, ezt a döntést Isten a Bábelnél meghozta. És hát nagyon vaknak kell lenni, hogyha azt mondanánk, hogy ez megszűnt valamikor is a történelemben, hiszen mi most magyarul beszélünk, és biztos, hogy valahol itt a városban máshol románul beszélnek, mások meg németül, angolul, meg sokféle nyelven, nem is tudom hány száz dialektus, vagy hány ezer létezik a világon, és láthatóan Isten, aki természetfölötti módon úgy gondolom beavatkozott, és azt a közös nyelvet, amit a Bábelnél beszéltek, szétválasztotta különböző nyelvekre, és így ki tudtak alakulni különböző törzsek, családok, klánok, nemzetek. Az az Isten ezt vissza tudja fordítani, de egyelőre nem tette meg. Tehát ameddig nem tette meg, addig azt jelenti, hogy még mindig a nemzetek ideje van, sőt más kontextusban, történetileg
konkrétan ezt a szót is használja a Biblia, hogy most még a nemzetek idejét éljük. Jelenések könyvében is az van leírva, hogy a nemzetek még taposni fogják egy ideig Jeruzsálemet. Tehát ameddig nemzetekről beszélünk, addig azt jelenti, hogy minden nemzetnek megvan az Istentől rendelt nyelve, kultúrája, sajátossága, és ezeknek a szándékos vagy pláne erőszakos összemosása mindig háborúkhoz és vérfürdőkhöz vezetett. Az emberek ezekhez a dolgokhoz foggalkörömmel ragaszkodnak. Fel tudják adni, de csak akkor, hogyha úgymond az érdekeik, vagy például szeretett kapcsolatok, mint családi kapcsolatok ezt úgy természetessé teszik, tehát vegyes házasságokban például születendő gyerekeknek a nevelése általában mégiscsak elmegy valamelyik nyelv fele, és aztán lehet, hogy 2-3 generáció után már az a gyerek már nem annak fogja vallani magát, mint aki az ő nagytatája, nagymamája volt, hanem átalakul mondjuk egy más nemzet fiának fogja gondolni, vagy vallani magát, de alapvetően az emberek ragaszkodnak a nemzeti identitásukhoz, és ez a Biblia alapján teljesen helyes dolog. A Pál, amiről beszél, az, hogy valóban az üdvösség szempontjából nincs jelentősége a nemzetiségnek. A román, a magyar, a német, az angol, a kínai semmivel nem külön, vagy rosszabb, vagy a bantu néger, vagy a dél-amerikai indián semmivel nem másodabbrendű, vagy alacsonyabbrendű, vagy kivetendőbb az üdvösség szempontjából. Tehát üdvösség szempontjából tök mindegy, hogy valaki zsidó, görög, vagy bármilyen más, mert mindannyian Jézus Krisztusban való hit által üdvözültünk. De viszont mivel, hogy a nemzetiségünk nem szűnt meg, mi továbbra is azt a nyelvet beszéljük, amit tanultunk szüleinktől, ezért ezt megváltoztatni erőszakos módon nem lehet és nem szabad, szerintem, és a Biblia sem tanít minket erre. Említetted, hogy a háborúk az ilyen erőszakos beavatkozások következtében jönnek létre, de van egy olyan, most nem tudom, hogy nevezzem-e divatosnak, de mindenképpen ma ismeretes nézet is, amely szerint pont az okozza a háborút, hogy némelyek, sokan, hát primitív módon, vagy maradi módon ragaszkodnak ilyen konstrukciókhoz, mint a nemzetiség, nemzetállam. Bezzel, hogyha szépen egyesülnének a népek, és akkor lenne egy nagy világnemzet, egy nagy globális társadalom, akkor milyen boldogak lennénk. Ja. Mit mond erről, mit tanít erről a Biblia? Hát az a helyzet, ugye ez, amit mondtad, ki is mondtad ezt a szót, a globálist, tehát hogy ezt most úgymond globalizációnak hívják, ha jól tudom, és e fele is halad a világ, vagy vannak erre nézve törekvések. Na most ugye, ha azt nézzük meg, megint visszaugrok Noéhoz, hogy Isten tudatosan és szándékosan szórta szét az emberiséget a világon, és tudatosan és szándékosan osztotta meg az emberiséget nyelvi alapon, és aztán ebből mondom kultúrák lettek, és különböző nemzetek jöttek létre, és ezt Isten tudatosan és szándékosan tette, ezt Isten nem vonta vissza a mai napig. Én úgy gondolom, hogy a mennyben nem lesz sokféle nyelv és dialektus, mindannyian valamilyen közös nyelvet fogunk beszélni. Én úgy gondolom, hogy a tökéletes állapotban, mint ahogy az ember, mikor Isten megteremtette és az Édenbe helyezte, akkor Ádám meg Éva egy nyelvet beszéltek, és az ő gyerekeikkel is egy nyelvet beszéltek, pedig ők már a bűnbeesés után születtek, mert hogy ez volt az ideális. És lesz is. De az, amikor az emberek Isten törvénye vagy Isten akarata ellenében szeretnék létrehozni az egységet, abból csak hamis egység tud létrejönni, mert a lényegében azok az egységek mindig valaminek a feladásával kell történjenek, és erről már filozófusok is értekeztek, ugye, hogy létezik olyan, hogy rossz béke, vagy hamis béke, amikor olyan békét kötnek az emberek, ami egy másik, a másik felet, akivel mondjuk úgymond idézőjelben békét kötünk, tulajdonképpen rákényszerítjük az akaratunkat, és azt a népet vagy embert megalázzuk a békekötéssel, és emberi méltóságában megrövidítjük, abba a békébe bele van kódolva a háború. Mert az a nép, vagy ember, vagy nemzet alig fogja várni, hogy kitörjön ebből a rákényszerített békéből. Tehát amikor ilyen globalizmusról beszélünk, akkor a most, amit létre tudnak hozni, az csak egy kikényszerített globalizmus tud lenni. Oké, beszéljünk egy nyelvet, miért ne legyen a magyar? Mert hogy többen beszélnek angolul, és
Vagy hogyha ezen az alapon veszük, akkor kínai kell legyen, ugye, mert hát ők vannak a legtöbben, de nem hiszem, hogy az amerikaiak úgy gondolnák, hogy kínaiul akarnak beszélni például. Szóval nyilván, hogyha a globalisták jól beszélnek, csak éppen ők magukat soha nem teszik bele ebbe a dologba. Tehát kitalálnak ilyen dolgokat, mert nekik ez az ők körüknek, meg az életüknek a megváltoztatását nem követeli meg. Az már nem érdekli őket, hogy mindenki másnak megkövetelni az életének a megváltoztatását, a nyelvének, a kultúrájának az elhagyását, és hát akkor ez nagyon egyoldalú. Jó. Azt mondtad, hogy az az egység nem jó, ami Isten akaratával ellentétes. Igen. Mi Isten akarata ma a nemzetekkel? Meg úgy egyáltalán Jézus Krisztus eljövetele első eljövetele óta, mi a célja Istennek a nemzetekkel? Nem tudom, hogy ebből mennyi valósult meg, meg hát beszéljünk egy picit a zsákutcákról is, mert végtére ez az egész beszélgetés arról szeretne szólni, hogy ha Istennek terve van a nemzetekkel, akkor nekünk mi keresztényekként mi kell, hogy legyen a viszonyulásunk a saját nemzetünkhöz, meg más nemzetekhez, meg természetesen mit jelent az, hogy hazaszeretet, vagy nemzetünk szeretete, vagy embertársaink szeretete. Nem is biztos, hogy eljutunk ma addig. Nem biztos, de hogy ugye ez lenne a cél, és akkor ennek fényében kérdem azt, hogy mi Istennek a célja a nemzetekkel ma, és hogyha tennél utalást arra nézve, hogy mi nem a célja, mert azért látunk a történelemben gyakorlatokat, amik látványosak ma már, hogy zsákutcák voltak. Jó, hát az evangélium azzal végződik, hogy menjetek el szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És etnikumokról van szó. Tehát a Jézus Krisztus küldetése az, ami számunkra minden etnikumhoz, hogy az etnikumunkat, tehát azt a népet, azt a nyelvcsaládot, hogyha így tetszik, amelyikben mi élünk, amelyikben születtünk, ami a mi természetes közegünk, vagy ha éppenséggel mondjuk vannak, akik hazát cseréltek, mert el kellett menniük, vagy el akartak menni, és akkor tegyük fel, egy új hazát találtak maguknak, akkor ott, ahol élnek, hirdessék az evangéliumot, és nemzetiségtől függetlenül az embereket hívják Jézus Krisztushoz. Ettől függetlenül például Jézus sosem tagadta meg, és a mai napig sem tagadja meg a zsidóságát. Tehát Jézust mi úgy ismerjük, mint univerzális megváltót, mert minden embernek a megváltója, és az is a szibériai emberektől elkezdve a dél-afrikaiakig, és az ausztráloktól az észak-amerikaiak, és az európaiakig minden embernek, és bármilyen nyelven beszélő embernek, vagy nemzetiségű embernek a megváltója Jézus. Ebből a szempontból ő univerzális. Van erre tendencia is, hogy Jézust megfosztani például a nemzeti identitásától, és akkor ebből egy ilyen amőba Jézus csinálunk, amelyik mindenre jó, vagy ilyen amorf valakit, de nem, Jézus mint ember zsidó, ez van. És tudjuk, hogy nem csak az volt, hanem az is marad. Soha nem fogja megtagadni, hogy ő Ábrahámnak a leszármazottja, Dávidnak a leszármazottja. És ez nem probléma. Amikor evangéliumot hirdetünk, akkor néha az antiszemitáknak kifejezetten jót tesz, hogy mi zsidó Jézusról beszélünk. Ő nem tudom, mi Jézus, ez ilyen magyar névként hangzik, mert nyilván, hogy magyar név, hogy Jézus. De ugyanígy mondják a románok is, hogy az ő kisuszuk is, meg tiszta román, meg az angolok, hogy a Jesus. Na de hát az igazság az, hogy ezek nyilván nemzeti nyelvekre lefordított nevek, ez nem az ő neve valójában. Az ő földi neve Jeshua ben Joseph volt, és továbbra is Jeshua nevet használja a mennybe is. De mi a célja? Tehát nekünk az a dolgunk, hogy hirdessük az evangéliumot a nemzetünknek. Mi magyarok magyaroknak. Ha a románok között vagyunk, vagy a román emberek a románoknak, és természetesen mi vagy itt vegyesen lakunk, akkor sok nemzetnek hirdethetjük egyszer a evangéliumot. A nemzeteknek meg a küldetése pedig az, hogy ugye van Jézusnak a tanításai között, a példabeszédei között van egy olyan érdekes aspektus vagy oldal, amikor a nemzetek ítéletéről beszél, és akkor azt mondja, hogy majd a nemzeteket szétfogja Isten, vagy Krisztus, inkább így mondanám, az utolsó ítélet előtt, tehát még az utolsó ítélet előtt szét fogja válogatni kecske és juh alszimbolizált népekre, és azt mondja, hogy az egyiket a jobb keze felé fogja szólítani, a másikat a bal keze felé fogja szólítani. Vagyis, hogy lesz olyan, hogy nemzeteknek az ítélete, ami nem
egyes embereknek a nemzetből az ítélete, hanem mint nemzetnek, mint társadalmi entitásnak az ítélete. Tehát lesz olyan, hogy magyar nemzetnek az ítélete, vagy a román nemzetnek, vagy a angol nemzetnek az ítélete. És ez azt fogja jelenteni, hogy az a nemzet például, aki a jobb oldalára került, az én úgy az én olvasatomban megmarad etnikumnak, legalábbis a messiási királyság alatt biztos, hogy az örök ítélet után mi lesz, azt most már én nem megyek bele. A másik kategória, a bal keze felől állók viszont nagy valószínűséggel elveszítik a nemzeti identitásukat, és valószínűleg megszűnnek létezni tovább, mint nemzet. Egyes tagjai mindkét csoportnak teljesen más ítéletben is részesülhetnek, de itt most a nemzetekről beszélek. És ha megnézzük, hogy mi a kritériuma annak, hogy valaki jobb vagy bal oldalra kerül, illetve egy nemzet jobb vagy bal oldalra kerül, akkor azt lehet látni, hogy azt mondja el Jézus a kérdésre, hogy a király majd ezt fogja mondani a jobb keze felől állóknak, illetve a bal keze felőlnek is, szó szerint ugyanaz, csak negatív értelemben, hogy mert én éheztem, ennem adtatok, fogoly voltam, meglátogattatok, ruhátlan voltam, felöltöztettetek, elhagyatott voltam, megkerestetek, és a többi, és a többi. És mindkét csoport csodálkozik, hogy mi veled nem találkoztunk így az életben, és akkor azt mondja, hogy de ha az én testvéreimmel ezt megtettétek, illetve nem tettétek meg, akkor velem tettétek meg, vagy nem tettétek meg. Tehát, hogy mi a küldetése most a nemzeteknek? Hát, hogy vigyázzanak a Jézus testvéreire. Vigyázzanak az Izrael népére például. És ahogy hozzá fognak állni az Izrael népéhez, a zsidósághoz a nemzetek, az szerint lesz majd az ítéletük, hogy jobb vagy bal kéz felé kerülnek. És ez egy nagy küldetés. És egy nemzetnek is egy nagy küldetése. Mert lehet, hogy egy nemzet meg fog szűnni a messiási királyságban, mint etnikum, és lehet, hogy a másik meg fog maradni. Zsákutcákról is kérdeztelek. Hirtelennyiben az jut eszembe, hogy akik kritizálják egyáltalán azt, hogy a nemzetek fogalmát, de akár a kereszténységet is, és hogyha már kettőt együtt emlegetjük, akkor aztán meg pláne, azt szokták hozzánk vágni keresztényekhez, hogy igen, de ti Jézus nevében már a keresztények öltetek embereket Közel-Keleten, a keresztes háborúkban, meg ilyen-olyan szörnyűségeket tettetek, meg amúgy is a kereszténység egy nagy politikai biznisz volt mondjuk a 15., 16., 17. században, nagy vallásháborúk idején, tehát hogy miért kellene komolyan venni benneteket, de hogy ezek a zsákutcák úgymond kialakultak, és még most is bizonyos pecsétként ott vannak a kereszténységen, Isten népén, mondhatom talán így is. Mit tud tenni ma a 21. században egy keresztény ahhoz, hogy ne menjen el ilyen végletekbe? Tehát most akkor térjünk arra, hogy saját nemzetünkhöz való viszonyulás mennyire lehet hangsúlyozni, vagy mennyire kell, hogy jelentős legyen egy keresztény ember életében az, hogy mi az ő nemzeti identitása. És akkor itt beszélünk mi ketten, két erdélyi magyar egy nagyon speciális környezetben, mert talán egy homogén a környezetben ez nem vetődik fel így kérdésként, de amint te is említetted, sok esetben, amikor erőteljesen meg akarja egyik népcsoport a másiknak az etnikai identitását változtatni, abból konfliktus lesz, ha háború nem is. Szóval mi az, amit mi tehetünk, mi az a mozgástér, hogy ne sodródjunk bele abba a hibába, amiben eleink évszázadokon keresztül, de hogyha nem is menjünk olyan messze, akkor csak az elmúlt évszázadban Jézus testvéreihez való viszonyulásban is van miért tükörben nézni, úgyhogy most rövid az időnk, de azért arra kérnélek, hogy ilyen gyakorlati tanácsokat fogalmaz meg, hogy egy keresztény ember hogy élheti meg helyesen a nemzeti identitását Isten beszédének fényében. Nem olyan könnyű így egyre röviden itt válaszolni, de talán annyit, hogy nyilván sok hiba volt az elmúlt 2000 évben, mióta a kereszténységről beszélünk. Nagyon sokszor a kereszténység zsákutcába futott, legtöbbször azért, mert tehát maga a kereszténység elhagyta, elfelejtette Istennek a beszédét, illetve Isten törvénye helyett, Isten beszédének a megtartása helyett emberi tradíciókat és szokásokat és törvényeket és kitalált vallási törvényeket kezdtek el gyakorolni, plusz, hogy az emberekben a saját nemzetek
nemzetük iránt, vagy egy valamilyen csoportosulás iránti elfogultságuk túlnőtt azon, hogy a másik embert mennyire kellene tisztelni, és nyilván, hogy a másik embernek a nem tisztelése vezetett mindig oda, hogy meg a felfuvalkodás, hogy egy csoport a másiknak az elnyomójává váljon. Én itt, ugye az említetted, multikulturális környezetben élünk Erdélyben. Én úgy gondolom, hogy az emberek, akik megtérnek itt, akár románok, akár magyarok, akár bármilyen más etnikumok, az egyik legfontosabb dolog, tehát keresztény emberekről beszélek, hogy azt sose felejtsük el, hogy Isten szemében ugyanúgy kedves egy másik etnikumhoz tartozó ember, mint én. Én nem vagyok különb azért, mert magyar vagyok, a másik nem különb azért, mert román, vagy bármilyen nyelvet beszéljen, hanem Isten előtt mind kedvesek vagyunk. Pál ugye az athéni beszédében mond két fontos dolgot, vagy sokat, de hát most csak kettőt akarok kiemelni. Az egyik az, hogy minden atyaság Istentől származik, ezt az Efézusi levélbe írja, de Athénban mond egy másikat, az is pedig azt mondja, hogy Isten minden embert egy vérből teremtett, tehát hogy mi mind egy fajhoz tartozunk, mindegy, hogy milyen színünk van, meg milyen nyelvet beszélünk, és ugyanakkor a tudatlanság idejét nekünk Isten elnézi, és most meg azt parancsolja, hogy térjünk meg, mint Jézus Krisztushoz. Ugyanakkor meg azt is mondja, hogy nekünk tisztelnünk kell, és tiszteletben kell tartani a másikat. Sehol nem olvassuk se Pálnak a leveleibe, se a Bibliába, hogy Pál valakit is bármilyen etnikumúvá akart volna átváltoztatni, mondjuk egy rómait göröggé, vagy egy görögöt rómaivá, vagy mind a kettőt zsidóvá, vagy a zsidót bármilyen mássá, hanem ugye ebből a szempontból ő mindig a hangsúlyt az evangélium hirdetésére tette. Én úgy gondolom, hogy ameddig a gyülekezetek, most 21. században élünk, és általában a tapasztalatunk azt mutatja, én úgy végigéltem, most már nem vagyok éppen 10 éves, de kicsivel több, hogy láttam, hogy milyen az, amikor olyan körzekbe él az ember, ahol egyik etnikum a másikat beszeretni olvasztani például. Voltam részese gyerekként olyan közösségeknek, ahol ilyen felemás nemzetiségű emberek, tehát olyan vegyes volt maga a gyülekezet is például, hogy működtek ezek a dolgok. Egy kicsit hasonlítanám ezt az egészet olyan, ahhoz, mint amilyen a vegyes házasság. Önmagában szerintem abszolút nem lehet azt mondani egy vegyes házasságról, hogy bűn vagy rossz, vagy ehhez hasonló dolog lenne. Ugyanakkor azzal tisztában kell lenni, hogy vegyes házasság hosszú távon nem marad vegyes házasság. Vagy ha az még az is marad valamilyen szinten, bár szerintem az már nagyon sánta lesz a végére, következő generációkban biztos, hogy nem fog ez fent maradni. Tehát ezt úgy értem, és ezt teljes tisztelettel mondom bármilyen nemzetiségű embertársam, testvérem, barátom felé, hogy egy vegyes házasságban végül is valamelyik dominánsá válik. Tehát vagy az egyik lesz domináns, vagy a másik lesz domináns. A gyerekeket általában még megpróbálják két nyelvön tanítani, normál esetben, de rengeteg olyat tudok, ahol már a gyereket sem lehet tanítani két nyelven, hanem csak egy nyelven. De ha tegyük fel, kettő nyelven is tanítják a gyereket, akkor is végső soron el fogják dönteni, hogy milyen iskolába adják, mert nem lehet egyszerre két nyelvű iskolába adni a gyereket, mert vagy ilyenbe adod, vagy olyanba. Persze tudjuk, hogy a magyar iskolákban is tanítanak román nyelvet, de az nem ugyanaz a szint, meg nem ugyanaz a közösség. Aztán, ahogy a gyerek is felnő, végső soron identitást választ magának. És persze fenntarthatja egy darabig az, hogy hát ő vegyes, tehát hogy ilyen is, olyan is, ez nincs semmi probléma, de egy idő után ez mégis át fog alakulni valamelyik irányba. Sokszor például a név is meghatároz, milyen nevet kap, milyen nevet hordoz, stb. Ezt én nagy-nagy tisztelettel mondom, és nincsen semmi problémám, csak az egyházban is ez szokott történni. Elindul egy vegyes gyülekezet, aztán egy idő után az van, hogy hát legyen vegyes dicséret része, legyen vegyes az ige hirdetés része, aztán egy idő után mégiscsak van egy domináns nemzet egy adott helyen. Általában aki nem úgymond domináns, az biztos, hogy tud a többségnek a nyelvén, a többség meg nyilván nem akar tudni a kisebbségnek a nyelvén, sajnos sokszor, bár biztos van kivétel, és akkor ez oda szokott eljutni, hogy hát akkor használjuk a többségi nyelvet, hiszen azt mindenki ismeri, a kisebbség meg minek kell azt használni, és akkor az így általában egy pár évtized alatt oda szokott eljutni, hogy lényegében a közösség általában a helyi zónális
többséghez fog igazodni, és megszűnik annak lenni, aki volt korábban. Persze azt is lehet mondani, hogy na és ez tragédia. Hát most valakinek nem tragédia, van akinek az. Én úgy gondolom, hogy ha Isten például engem magyar embernek teremtett, én nem akarok más lenni. Ha valakit román embernek teremtett, az Isten áldja meg, és legyen az. Mert hiszem, hogy nem véletlenül született annak a nemzet tagjának. És az nem tisztesség, vagy nem előjog, hanem egy adottság, amit mi kaptunk. Talán Rejtő Jenő mondott egy ilyet, hogy ő nagyon büszke arra, hogy zsidó ember, mert ha nem lenne büszke, úgyis az volna. Úgyhogy körülbelül ennyi. Akkor zárszóként eljutottunk oda, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan, tehát én azt vettem ki legalábbis a szavaidból, hogy ha már adottságról beszélünk, akkor ahogyan itt ezzel a kis anekdotával összefoglalod, most miért ne lennénk büszkék rá, vagy miért ne lennénk hálásak érte, vagy miért ne szeretnénk, hogyan tudjuk szolgálni a nemzetünket, vagy akár hogyan tudunk más nemzet, tehát multikulturális környezetbe, ugye gondolom, hogy az is magától értetődő, hogy azzal tudjuk például Krisztust a leginkább reklámozni, hogyha Pálhoz hasonlóan az a szeretet van meg más népek felé is, mint ami sajátunk felé, tehát hogy azt szeretnénk, hogy az emberek megtérjenek, de hogyan tudjuk szeretni, vagy hogyan helyes szeretni a hazánkat, nemzetünket. A hazáról nem beszéltünk, mert ez is nem egy jutott, érdekes, nem jutottunk oda, igen. Érdekes fogalom, és tudom, hogy erről tudományos munkák is vannak, és több száz oldalasak, hogy akkor most mi is a haza, de akkor maradjunk a nemzetnél, hogyan lehet helyesen szolgálni, szeretni a nemzetünk. Jó, azért meg kell különböztetni a nemzetemhez való ragaszkodásomat, vagy a hűségemet a nacionalizmusnak a negatív értelemben vett formájától. Még az is, hogy nacionalista önmagában nem lenne ez egy szitok szó, csak hogy azzá vált, nem az volt, így van, de azzá vált most már, sőt, most már így a sovinizmusnak egy szinte szinonimája lett a nacionalista. Nyilván ehhez hozzájárult a náci időszak is, meg a utána következő mindenféle hasonló zűrzavarok. És szerintem pont az, amit előtte beszéltünk, hogy ugye egy rákényszerített béke, vagy egy rákényszerített nemzetváltás mindig oda vezet el, hogy felerősödik a nacionalizmusnak a negatív oldala is, a sovinizmus, meg a kirekesztés. Tehát az, hogyha szeretem a nemzetemet, ez nem negatív föltétlenül, de nyilván el lehet csúszni abba az irányba. Nagyon is könnyen el lehet csúszni. Tehát az én nemzetemhez való ragaszkodásom és szeretetem nem mehet azon túl, hogy, vagy nem juthat el addig, hogy emiatt más embert, aki nem az én nemzetemnek a tagja, megbélyegezzek, lenézzek, alacsonyabb rendűnek tartsak, mint én. Nem mehet el oda, hogy nemzeti alapon, vagy nemzetiséghez való tartozó alapon ítéljek meg embereket, tehát hogy valakit csak azért tartsak jónak, rossznak, nyilván általában rossznak, mert hogy valamilyen nemzetnek, etnikumnak a tagja, mert hogy a bűn az nem etnikai kérdés, hanem minden etnikumnak sajnos sajátossága a bűnösség. Persze, hogy vannak kulturális különbségek, és a kultúrnépek nem olyan módon szoktak bűnözni, mint a kevésbé kulturált népek, hanem finomabb, kifinomultabb módszerekkel, de legalább olyan gonoszul. Úgyhogy mit tudunk mi tenni? Hát nyilván az, hogy imádkozzunk a népünkért, imádkozzunk a nemzetünkért, tegyünk meg azért mindent, hogy például a mi nemzetünk bekerüljön az 1000 éves királyságba azáltal, hogy egyrészt Isten népéhez hogy áll hozzá, és én azt gondolom, hogy nekünk keresztényeknek függetlenül nemzetiségünktől, de most magyarul beszélgetünk, példát is kell mutatnunk abban, mint keresztények, hogy igen, lehet szeretni más nemzetiségű embertársainkat, testvéreinket, testvéreknek tekintjük őket, szolgáljunk feléjük, tehát hirdessük nekik az evangéliumot, és mutassuk meg azt, hogy attól függetlenül, hogy mi más nyelven beszélünk, az üdvösséghez vezető út ugyanaz. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és remélem, hogy lesz folytatása. Reméljük azért, bár jön a nyár. Nem mondom, hogy mikor. Nektek is nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Facebook oldalunkat, illetve YouTube csatornánkat, hogyha nem követtétek be, illetve nem iratkoztatok fel, akkor tegyétek meg. És hogyha tetszett ez a beszélgetés, akkor arra kérünk, hogy osszátok meg ismerőseitekkel is. A technikus Andrássy Árpád nevében is köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Legközelebb jövő héten jelentkezünk egy újabb beszélgetéssel.